2009, itt az idei év első verseny, itt vagytok a céldobogó legfelső fokán, soha jobb évkezdést. Hát ez valóban így van, hogy ettől szebb kezdést el nem tud az ember képzelni. Egerben soha nem tudtunk diadalmaskodni, most végre ezt a skalpot is begyűjtöttük, hogy kitűztük az Egerivára is a lobogónkat pillanatnyilag, most úgy néz ki. Tavaly itt a második helyen végeztetek a tavalyi évben, idén első helyen állhatok. Mennyire volt más ez az idei verseny, mint a tavalyi? Miben különbözött? Hát mindenképpen abban, hogy nem voltak óriási technikai problémáink, mint tavaly. Tavaly nagyon sok váltónk tönkre ment, és nagyon sokat dolgozott a szervizcsapat. Most csak apró bosszantó problémáink voltak, lassú defektek, de ez nyilván mindenkinek megvan. Az égi áldás azt hiszem most nem jött, és ez változtatta meg azt hiszem a verseny hangulatát nagy mértékben. Nagyon jó nyári időnk van. Tavaly nagyon-nagyon rossz idő volt, hideg volt, köd volt, esett, hát olyan igazi rallis idő volt. Most egy kicsit olyan jó kedvű időnk van, smile is. Magyar rallit is elérte a gazdasági válság. Ti se nem csapatot, se nem autót nem váltottatok, szponzor is maradt, de ha jól tudom, akkor egy új sportágban is kipróbáltad magadat. Igen, mindenképpen meghívtak a Ferrari Challenge trófeába versenyezni, ahol túl vagyunk az első monzai futamon. A verseny két futamból állt, mind a kettőt sikerült megnyernem, és úgy néz ki, hogy szerdán utazom ki Portugáliába, ott lesz a következő verseny, és megint megmérettetem magam majd ismét itt ebbe a közegbe is. Folytatásra mit várhatunk a miskolci futamra? Szintén lényegében hazai futam lesz nektek is, gondolom hasonló jól szeretnétek szerepelni ott is. Természetesen, de itt nagyon-nagyon-nagyon nagy vetétársak is vannak, akikkel én úgy gondolom, hogy iszonyatos nagy csatát kell vívjunk azért, hogy a miskolci Diósgyőri várat is bevehessük. Az a másik olyan helyszín, ahol még soha nem tudtunk diadalt aratni. Tavaly is iszonyatos nagy előnnyel vezettünk, de sajnos egy technikai hiba a cél előtt nem sokkal megfosztott minket a győzelemtől. Hát remélem az idén ez nem így lesz. Ha már vetélytársak, idén egy kicsit módosult a számba vehető ellenfelek neve. A mostani ellenfeleket mennyire tartod veszélyesnek, mennyire volt nehéz így egy futam után megítélve a helyzet? Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó sportolók, nagyon jó versenyzők és nagyon-nagyon jó technikai háttér és technikai felkészültségük van, úgyhogy mindenképpen azt kell mondjam, hogy a zsinórban aratott diadalokról úgy hiszem, hogy le kell mondjunk majd, de azért azt nem fogjuk könnyen adni, az biztos. Szerinted mi lesz nehezebb? Az első bajnokságot megnyerni, vagy ezt megvédeni? Hát pillanatnyilag úgy gondolom, hogy megvédeni sokkal nehezebb lesz, ez tényleg igaz. Nagyon sok szerencsét kívánunk hozzá. Köszönöm szépen. Hogyan értékeled az első versenyt? Egy újabb autóval jöttetek. Igen, nagyon vártuk ezt a hétvégét, már nagyon sokat dolgoztunk, hogy itt legyünk. Én azt mondom, hogy maximálisan elégedettek lehetünk az eredménnyel. Mindennel sikerült összeszoknunk a Nacival, sikerült megtanulnunk az autót, tanultunk belőle sokat, inkább úgy mondom, összeszoktunk az új csapattal. És ami nagyon fontos, hogy tudtuk tartani a taktikai utasítást, folyamatosan gyorsultunk gyorságra, mindig változtattunk, állítottunk az autón, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a jövőre nézve ez bizakodásra ad okot. Mennyiben volt másabb ez az autó, mennyire volt vezethetőbb esetleg? Sokkal vezethetőbb, én azt hiszem, hogy pont annyival jobb és könnyebb vezetni és gyorsabb, mint ami a tavalyi autónk közti fejlesztésben van, tehát ez egy 2-3 évvel fejlettebb autó, látszik rajta, és hát rögtön tudtunk csatázni, és amit az előbb beszéltünk, rögtön tudtunk gyorsági szakaszokat nyerni. Itt vagytok a dobogó második fokán, ez még az első verseny, jövőre nézve megelégednél ezzel, vagy mindenféleképpen az első helyezett a cél? Én azt gondolom, hogy mindenki, aki elindul, nyerni szeretne, tehát ez most már nem ez a helyzet, hogy autózunk itt ezzel az autóval, ezzel a csapattal, ezzel a támogatói háttérrel, nem az elgondolásunk, hogy mi csak autózunk, hanem szeretnénk a tavalyi bajnokot utolérni. Egy újabb fejlesztési autóba ültök. Mennyire volt jobb ez az autó, ez a technika, mint a tavalyi? Hát sokkal. Igazából minden másabb, minden gyorsabban jön. A reflexeinket sokkal gyorsabban kell használni. Az autó a legfrissebb autó, versenyképes az első helyér. Mi most sajnos vétettünk hibákat, hogyha ezek nem lettek volna, akkor lehetne verseny nyerni. Majd Miskolcon megpróbáljuk ezeket orvosolni. Milyen volt a verseny? Hogy tetszettek a pályák? Nekem az első napi cuhai gyorsasági tetszett a legjobban. Pontot hibáztunk, úgyhogy
nekem a szűk dobálós részek sokkal jobban tetszenek, mint ezek a száguldozósok. Bár ez a 27 km-es gyorsság is nagyon jól sikerült. Majdnem kétszer is megnyertük ezt a gyorsaságit. Az első körbe sajnos a vége felé kaptunk egy defektet, és így is csak hármat kaptunk. Úgyhogy a másodikon meg 3 másodperccel nyertünk, tehát úgy néz ki, hogy jó ez a trió, Zoli, Subaru meg én. Meglátjuk Miskolcon mi lesz. Első futam után itt vagytok a dobogó 3. fokán, ez nem egy rossz eredmény. A jövőre nézve, az év végére mi a tervetek? Abszolút a dobogó legfelső foka.